Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Ugye vannak olyan emberek, akikre rá van írva, hogy ők nagyon-nagyon jó emberek. Valamiért úgy néznek ki, hogy egyből látjuk rajtuk és észrevesztük rajtuk, hogy nagyon-nagyon jó emberek. Na, mai vendégem is tipikusan ilyen. Ahogy én nézem az ő életútját, nézem a közösségi oldalát, ő tényleg arra tette fel az életét, vagy az életének egy nagyon nagy szeletét, hogy embereknek segítsen különböző fronton, edzi őket, vagy hogyha valami más gondjuk, problémájuk van, akkor is nyugodtan hozzá lehet fordulni. Mai vendégem itt a Fehérvári Beszélgetésekben Törteli Zoltán. Szia, köszöntelek téged! Szia, jó estét! Ugye több fronton mozogsz te az életben, de ami közös ezekben a frontokban, egy közös meccéspont, hogy mindegyikkel segítesz az embereknek, kicsiknek, nagyoknak, nemtől és kortól független. Az egyik ilyen dolog, amikor én először megismertelek téged, akkor ajánlottak téged, hogy te egy a hitelkárosultaknak is szoktál segíteni, rengeteg segítséget nyújtasz, szakmai tanácsokat adsz nekik. Honnan jött ez? Miért pont a hitelkárosultaknak segítesz, vagy miért pont ezt teszi ki az életed egyik mondjuk jelentős részét? Először is köszönöm a felvezetést, hogy ki a jó ember, ezt majd az emberek eldöntik, de mivel én is szeretetet érzek, és azt érzem, hogy visszatérnek az emberek, ezért biztosan hasznos, amit adok. Én a gyakorlatból hozom ezt a feladatot, ugyanis 2008-ban a lakásomat, 2009-ben az autómat vitt el a bank, és én nem könyvből tanultam meg azt, amit érdekvédelemnek hívunk, vagy milyen az egy végrehajtási eljárás, vagy egy árverés. És mivel ugye előtte rendőri pályán dolgoztam, egyébként is sokszor kértek emberek segítséget, jött egy hivatalos levél, mit kell válaszolni, mit jelent ez. És innét jött az ötlet, hogy nem egy ember lehet ilyen helyzetbe, és akkor elkezdtük ezt az irodát, és azóta ez kinőtte magát, mert sok száz ember fordult meg az elmúlt 6 évben, és még most várjuk a következő 2 évben, hogy csúcsra fut ez az egész, mert még mindig milliós nagyságrendű szerződés van bajba. Igen. És ugye ezt ismeri mindenki, hogy húzták az időt, jött a mentőcsomag, ami aztán nem mentett meg senkit. Tehát itt most a végstádiumban vagyunk, mert ősztől biztos, hogy változás kell legyen, mert nincs más kiút. Igen. Érdekes dolog ez, amit mondasz, mert általában ember, aki mondjuk elszenved ilyen elképesztő anyagi meg lelki veszteséget, tényleg, hogy derékbe törik az élet, hogy elviszi a bank a házat, elviszi az autót, az általában menekül a téma elől, többet nem is akarok hallani, te meg pontosan az árral szemben kezdtél el úszni, na de csak azért is megmutatom, csak azért is az én példámból ukolva segítek más embereknek. Nem volt ilyen összeroppanásod, amikor ez megtörtént? Tehát nem törtél össze te lelkileg, hogy akkor itt most végem van? Ez egy olyan értelem is érdekes az én életutam, hogy mindig sok minden fordítva történt, mint az átlag embereknek. És ezt nem tudom, hogy illik mondani. Sajnos én mielőtt ez a ház és autó elvesztés történt, elváltam, és az egy sokkal nagyobb törés volt. Tehát ami igazán megtört, az a családi krízis volt. Az, hogy utána ez történt, ezzel már úszni kellett, tehát ezzel nagyon nem lehetett mit tenni. Az egy zavaró dolog volt, hogy akkoriban nem volt segítség. Persze. Egyrészt, mert nem ismerte senki magát a problémakört, a bank se tudta, hogy mit kell csinálni, a végrehajtó se, a bíró se, az ügyvéd se. Tehát akkor születik meg ez a feladat, hogy akkor mi történik, miért történik, és mit lehet tenni. És ugye ott akkor eltelik néhány év, amíg ezt mindenki tanulja, a bíró is, ügyvéd is, mit szabad csinálni, mit nem. Mi az, ami jogszerű, és mi az, ami nem. És azért már ez egy eléggé kiforrott dolog, annak ellenére ugye, hogy még mindig van egy csomó ügy, ami most is fel van függesztve, mert a magyar bírók az Európai Bírósági döntésre várnak, tehát hogy a problémakör az azért még mindig megvan. És tehát nehéz ennek a megoldása mindenképpen. Pont ez lett volna a következő kérdésem egyébként, jó, hogy említetted, hogy van ebből kiút egyébként? Tehát aki mondjuk egy ilyen, és nem menjünk bele persze nagyon részletekbe, aki mondjuk ilyen hitelválságban van, nevezzük így. Van ebből azért kiút? Tehát nem csak úgy van, hogy a bank követelhet, hanem azért vannak nekünk is jogaink, gondolom. Nyilván. Pont ez az egyik legfontosabb tulajdonság az ügyeknek, hogy aránytalan. Igen. Ugye, és ehhez nem kell se jogásznak, se közgazdásznak lenni, hogy lássuk, hogy hát ezt így nem lehet. Hát 5 millió helyet lehet kérni 6-ot, de 14-et nem lehet. Hát nincsen az és a verzió. Ez még talán ilyen emberbaráti összeg is volt nagyjából. Óvatos becslés volt, vagy példa.
Azt szoktuk mondani, és szerintem nagyon igaz, hogy az vesztett, aki otthon marad. Aha, így van. És ez a magyar embereknek nagyon komoly problémája. Nem mer kérdezni, nem mer szembeszállni, nem mer információt kutatni, hát azt mondják, hogy neki menjen egy peres eljárásnak, ugye annak külön szociológiája van, hogy a bíróságtól is tartunk. Igen. És ugye ezzel dolgozik a mi irodánk, hogy ezeket felejtsük el. Pedig elvileg értünk van, vagy a jogokért hát van. Hát ugye ezt szoktuk mondani, hogy a fáj a gyomrunk, ugye bemegyünk a körzeti orvoshoz, így van? Így van. Hát a fáj a szerződés, be kell menni a bíróságra. Hát ő az a szakember, aki el fogja dönteni, hogy van probléma, vagy nincs probléma. De ezzel már túl vagyunk, mert ezt tudjuk, hogy a szerződések 99%-ánál van probléma. Elég tehát erős. A vita már nem arról szól, igen, hogy van probléma, vagy nincs. Úgyhogy, meg kéne oldani valahogy, tehát ez a lényeg most. Az irodánknak nagyon fontos tapasztalata, és furcsa tapasztalata, hogy én nem jogi vagy pénzügyi kérdéseken akadok fönn, hanem ezen, hogy jutok el az emberekhez, és ebben most ez nagyon nagy segítség, hogy itt lehetek, köszönjük. És hogy tudom meggyőzni az ügyfelet, hogy jöjjön el otthonról? Mert aki elindul, azzal mindig fog történni valami. Igen. Sokszor nem tudjuk, hogy mi. Lesz per, nem lesz, hosszú lesz, rövid lesz egyesség, nem lesz, várni kell. Sok minden történik, ugye ezek azért nem hetek vagy hónapokat zajlanak le, nem két-három évig tart. De aki otthon marad, és engedi azt, hogy a bank saját akaratát bármilyen módon érvényesítse, annak az vége. Tehát ott így van, így van. Nincs. Van rengeteg, tudom, olyan terület az életedben, ami nagyon nagy szerelem. A másik ilyen a judó. Beszéljünk erről. Hogy jött a judó az életedbe? Igen, igen. 10 éves voltam, ami nem tegnap volt. És a nagyon klasszikus helyzet alakult ki, hogy a szám nagy volt a játszótéren. Megvertek? És ott volt egy konfliktus, igen, és az apukám azt mondta, hogy ő nem fog helyettem helytállni, hanem akkor mondjuk keressünk egy olyan sportot, ami ehhez segítség. És akkor volt egy ilyen nyári tanfolyam, igen, tulajdonképpen, én akkor Pakson éltem, egy judó tanfolyam. Augusztusban, és akkor meggyőzték azt a fiatal tanárt, aki tartotta, hogy akkor szeptembertől abban az iskolába, ahol jártunk át, a iskola, csináljon judót, és akkor ott szeptembertől folytatódott ez, és lett judó, és hát ez a kiinduló pontja a paksi judó fellegvárnak, mert hogy azóta ez már ekkora. Igen. És akkor én ott judóztam hosszú ideig, és utána, mikor ide kerültem Székesfehérvárra, akkor ez úgy zajlott, hogy én a rendőrségi tornaterembe tartottam edzéseket barátoknak, ismerősöknek. Ugye a területhállítási osztályt vezettem, ott kiképzést kellett vezetnem. Aztán mikor a gyerekeim elkezdték az ENTA iskolába, az általános iskolát, akkor ott tanítottam judót. Aztán volt egy olyan szakasz, amikor sportegyesületeknél voltam edző, mert végre rájöttek a labdarúgó és kézilabda szakosztályoknál, hogy nyugaton 30 éve használják a judót kiegészítő sportágnak, az igen, ugye, hogy a fejedet, a kezedet és a lábodat meg tud védeni. Igen. Hiszen hát azért egy NB1-es vagy nemzetközi szintű kézilabdázónak hát ott azért már kell. Eurómilliókban mérik, persze, ugye a kezét, persze, vagy a focistáknak a lábát. És az is nagyon jó tapasztalat volt, és hát tavaly novemberben jött ez az új gyönyörű állapot, hogy lett terem, lett szőnyeg, és hát most halkan mondjuk, de már nagyon az utolsó lépéseket tesszük, hogy szeptembertől 5 iskolában lesz judó, hol tesi órán, hol sportszakkörbe, hol délutáni foglalkozásba. Úgyhogy ez volt az egyik álom, hogy több száz gyerek judozzon, és aztán, hogy ebből mi nő ki, ezt most nem tudjuk, de a célunk egy ilyen 6-8 éves projekt, hogy nemzetközi szintű versenyzőket neveljünk. Ez majd 6 év alatt el fog dőlni, hogy persze, tehetséges gyerek van, tehát... Így van. Akkor judózol a bankokkal, judózol igazából az életben is. Egyébként szerintem jó dolog, megmondom miért, mert a világ ami felé megy, nem biztos, hogy jó dolog. Tehát azt gondolom, hogy gyereknek, fiatalnak, bármilyen életkorúnak van egy önvédelmi alaptudása, vagy bármilyen tudása, azt szerintem nem lesz igazából a kárára, nem? Így van. És ha megnézzük, ugye a másikat meg érdekvédelemnek hívjuk, tehát az is egy formája ennek. Igen. Csak a side judo. Hát igen, ott kell ismernünk a saját jogainkat,
saját helyzetünket, uh-huh. és ha nem állunk érte, akkor más nem nagyon fog. Ez így van. Kellett masszálni a judót egyébként az életben? Tehát volt már arra példa, hogy elő kellett venni a tudásodat és megvédeni magad vagy bárki más? Hát fiatal koromban volt, ugye belefutottam ebbe a klasszikus helyzetbe, hogy középiskolába Szekszárdra jártam és kollégista voltam, és ott a felsőbb évesek gondolták, hogy előjogaik vannak, és ott, amíg után megismerkedtek a csípő és váldobásra, baráti viszony alakult ki, igen. És talán néha, néhányszor, de használni nem kell, mert egyébként ennek másfajta hatása is van, nem tudom ezt pontosabban megfogalmazni. Tehát egy utcai helyzetben elég, ha az ember jó kiállású vagy határozott, és arról már lehet érezni, hogy inkább el kéne kerülni ezt. Hát a rendőri pálya volt olyan, ahol ezt így sokan igényelték. De ezt szerettem volna pont kérdezni, hogy menjünk kicsit vissza az időben. Ugye te előtte akkor rendőr voltál, tehát fiatalkorodban volt egy olyan, hogy te rendőr szeretnél lenni. Igen. Aha. Igen, ez egyébként egy szép történet, mert ez is rendhagyó történet, mert apukámnak is volt egy elképzelés, hogy mi legyek. De és ez mi volt egyébként? Hát egyébként azt tanultam, mezőgazdaság gépszerelő az alapszakmám, mert hogy ebben valószínűleg apukámnak igaza volt, hogy traktorokat mindig kell majd javítani, de egy nagyon gyorsan kiderült, hogy én már határőrséghez vonultam, onnan átszereltem a rendőrséghez, és hogy a rendőri pálya az én valódi közegem. Uh-huh. És hát mit csinált a rendőrségen, tehát milyen feladatkörökben mozogtál? Szép rendőri életem volt, mert én gyalogos járőrként kezdtem, gépkocsizó járőr lettem, voltam ügyeletes, tiszthelyettes. Belekosultam a baleset helyszínen is, de az nagyon távol áll tőlem, és akkor voltam körzeti megbízott, ami már egy egészen más típusú munka, és akkor vettek föl a főiskolára, a rendőrtiszi főiskolára, és akkor átkerültem bűnügyvonalra, ami az álom volt igazán, és az aztán tényleg kiteljesedett, mert voltam életvédelmi területen, uh-huh. emberülés, rablás, ezek izgalmas dolgok. Szerencsém volt, mert a 90-es évek közepén a társadalomnak ugye nem volt szerencse, elkezdődik a szervezett bűnözés az országba, és szerencsére vihettem kábítószer vonalat két évig, ami ilyen kicsit beépülős, az mindenféle igen. izgalmas meló. Tehát mint a filmekben teljesen. Igen, úgyhogy panaszra nincs okom, és onnét kerültem át a terülelhajtó alosztály élére, és aztán a stressz olyan színvonalú volt. Pont ezt szerette volna kérdezni, hogy ezt az idegrendszeret, hogy a fenébe bírta ki ezt, amit elmondtál, ebből egy terület is nagyon embert próbáló. Igen. Hogy ezt hogy bírtad te idegileg? Hát ez alkat kérdése szerintem. És van egy nagyon érdekes ellentét. Amikor a kábítószer vonalon dolgoztam, az sokkal veszélyesebb volt az idegrendszerre is. Igen. Ugyanis ott állandóan improvizálni kell. És sokan mosolyogtak, hogy nyugalmat akartam, ezért átmentem a terülelhárításra. Csak hogy azt ugye kívülálló valószínűleg nem tudja, hogy ott annyira erős protokoll szabályok vannak, persze. hogy ott könnyű működni, mert kevésbé neked kell improvizálnod, ott meghatározva a jogszabály, meg a szakmai szabályrendszer, hogy melyik helyzetben mit tehetsz és mit nem tehetsz. Tehát ott egy kicsit könnyű. Ott inkább az a stressz, hogy ott ha csörög a telefon, akkor vonulni kell, tehát ott azért a szabadság se olyan, hogy főleg egy parancsnoknak, mert ott még van egy plusz feladat, hogy figyeljél az embereidre, de nagy ajándék, tehát az egy ilyen nagyon erős közösség, nagyon különböző emberek, és megmarad a kapcsolatrendszer, tehát ma is már a kollégám se rendőr, de találkozunk 20 év után, és hello főnök, és tehát megmarad ez a kapcsolat, de hogy annyira erős volt a stressz, vagy a túlterheltség, ami nem volt arányba azzal, most ez banális lenne, azt mondom, hogy a fizetéssel, azzal sem volt arányba, hát gondolom, azzal sem. De azzal sem, hogyha megnézed, nyugati államokban nagyon erős rehabilitáció van. Uh-huh. Tehát ott egy komolyabb bevetés után igen. elmész a Hawaii-szigetekre, a családoddal 6 hónapra, mert ott tudják, hogy te nagyon értékes vagy, és téged majd még használni akar az állam, ugye, mert egy állami befektetésről beszélünk. De hát itt... Nem küldtek el Hawaii-ra. Itt ma sincs így, pedig eltelt nagyon hosszú idő. Igen.
És biztos ez egy, hogy áttérjünk egy másik életszakaszra, összefügg az ember karmájával, vagy az életútjával, hogy sok lett a stressz, érdekes módon ebből én kiléptem, és megérkezett a buddhizmus. Ezt akartam kérdezni, láttam a közösségi oldaladon, hogy azért van egy nagyon erős vonzalom a keleti kultúrához. Ez pont azért jött, mert nagyon stresszes voltál, mondjuk így, hogy kikészültél valamilyen szinten ebben a munkában, és ebben találtad meg a kapaszkodót? Nem, én nem így fogalmaznám meg. Úgy fogalmaznám meg, hogy egy picit a judót csak sportként kezelték évtizedekig, majd minél több információnk volt a judóról, derült ki, hogy az egy ennél sokkal bővebb út. És a judó is elkezdett bennem vagy körülöttem kifejlődni, de hogy az inkább egy fizikai út. Igen. Kevesebb szellemi oldala van, és kerestem valami léleknek szellemi táplálékot. Igen, és ez a véletlenek sorozata, összeismergettem egy hölgyel, akinek a főnökasszonya már meditált egy ilyen típusú buddhista csoportba, és akkor gyere, nézd meg. És egyébként ez nagyon szerencsés vagyok, mert én elmentem erre az alkalomra, és az a nagyon mély hazaérkezés élménye megvolt, hogy ez az enyém, tehát nem kell gondolni. Ez hány éve volt egyébként? Hány éve történt? Ez 98. Akkor január. Azért elég régen. Igen, és igen. Azóta gyakorlod. Igen. Fejleszted magad, olvasol utána, gondolom különböző tanfolyamokon veszel részt. Ugye azt vettem észre, szintén maradván közösségi oldalaknál, hogy ennek van egy, és a nem megsértve senkit, van egy népi vonulata a buddhizmusnak, tehát aki ilyen divatból csinálja, ez a divat buddhista. Meg kulturális buddhista. Kulturális buddhista, igen. Meg valaki tényleg komolyan gondolja, és tudja, hogy ez nem arról szól éppen. Ez olyan, mint a kínai éttermekre mondják, hogy igazából a kínai ételeknek nem olyan íze van, mint a magyar kínai éttermekben van. Ez egy európai ízvilágra van, hát kicsikét kombinálva, adaptálva. Igen. Tehát akkor a buddhizmus is gondolom más, mint általában azt gondoljuk. Legyünk óvatosak, mert ugye nincs jogunk sem megítélni. Hogy ki mit csinál, és ő neki az mit jelent, de nagyon erős, ha egy kicsit máshogy fogalmazzuk meg, akkor szerintem érthetőbb, az ezoterikus világ ránk ömlött, mondjuk így nyugodtan, és erről biztosan tudjuk, hogy 70-80% a gagyi. Ez üzleti igen. Alapon. Nagy biznisz, persze. Igen, vagy kulturális, vagy trendi, vagy ezé. És ezért az autentikus lámák nagyon sokszor kérik bárki, aki a kapcsolódni akar, legyél nagyon kritikus, és vizsgáld meg a forrását annak, amit tanulni akarsz, mert hogy ez egy veszélyes terület. És ha megtalálod, és hitelesnek tartasz valamilyen irányt, akkor azt bátran el lehet kezdeni. És hát nem tudunk ezzel mit tenni. Én szoktam egy picit harcolni ez ellen, én úgy hívom ezt a jelenséget, hogy sok minden hasznos az embereknek, de az, hogy a rózsaszín póni ugrik a lila felhőre, ezt hagyjuk abba gyorsan, mert a hülyeségből elég volt, mert van enélkül is elég hülyeség körülöttünk. De bizonyos értelemben, akinek egy pici érzéke van ahhoz, hogy megkülönböztessen dolgokat, az szerencsés, ő neki tudunk segíteni, aki pedig kulturális, vagy igen, tehát divatból csinálja. Örület, igen. Esetleg nincs más mondani valóm, csak így próbálom magam kifejezni, hogy felnézzenek, mert nyilván annak nem nagyon lehet segíteni. Hogy szoktál kikapcsolódni, mit csinálsz a szabad idődben, amiből gondolom nem sok van azért ennyi munka mellett? Hát nem sok van belőle, de szerencsés vagyok, mert magam szervezem az életemet, már mennyi ezt lehet. A legfontosabb hobbim az a semmittevés. Az mit akar nálad a semmitől? Hát ebben nagyon sok minden belefér. Heverészel alvás, az ágyon, olvasol, alvás, olvasás. A televízió műsorok közt van nagyon-nagyon kevés, ami szerintem még nem rombolja. Megválogatod akkor nagyon a tévét. Igen, zenehallgatás, ez kezd most kinyílni. Kevés zenét hallgattam, eddig már nem értem rá. Persze. De nagyon szeretem az embereket, tehát hogy igyekszem találkozni. Ezzel is szót szoktam emelni, hogy én elektronikus barátságokat nem szeretnék. Tehát persze. Gyere, vigyünk egy kávét, és akkor találkozunk, beszélgessünk, de imádom a természetet. Tehát ez a vezérli igazán, ha álmos vagyok, vagy fáradt, akkor kuckó, ha nem, akkor pedig valahova. Persze.
akkor barátkozol, mozdul, igen, igen. Elmész ide-oda-amoda. Lassan-lassan a műsor végéhez érünk, nagyon hamar eltelik a műsoridő. Beszéljünk a jövőről, ugye némileg vázoltuk már a műsor legyen jövőbéli terveidet, hogy lesznek újabb és újabb judo edzések. Például láttam ilyet a közösségi oldalon, hogy lesz para-judo is, vagy nagy-nagy tervek között szerepel. Igen, az öt iskola közül az egyik az Arany János speciális iskola. Mert hogy ezt én tanultam gyógypedagógiát, és egy erős gondolat, hogy ha épp embereknek hasznos és stabil dolgokat ad a judo, akkor fogyatékossággal élő embereknek is ez nagyon hasznos lehet. Nagyon szeretik egyébként, van belőle tapasztalat, és most nagyon nagy nyitottságot találtam az iskola vezetésétől, és a judo szövetségen belül a para-judo szövetség is támogatja, mert kevés helyen van, és fontos lenne. Úgyhogy a normál vagy hétköznapi judo csoportokon kívül lesz para judo csoport is, és olyan izgalommal várjuk, hogy ők hogy állnak helyt, mire képesek, és persze. Ugye ők egy picit szorgalmasabbak, tehát így van. Izgi lesz. Igen, igen. Mi van még, milyen terveik itt vannak egy a jövőre, nézzük a judon kívül? Hát most van egy másik, az titok, itt áruljuk el először. Na, ezt én sem tudom egyébként. Ezt te sem tudod, igen. A coachingról biztosan hallottál, és én sokat tanulok, olvasok erről, de én nem szerettem volna 11.614. coach lenni, és így végig gondoltam, hogy az én életem hogy zajlott, és milyen állomásai voltak, és hogy mennyire nem férek bele a hétköznapi kliségbe, ezért most kidolgozás alatt van egy másik módszertan, aminek az lesz a neve, hogy dócsing. Dócsing, igen. Ugyanis a judo szónak a do szó része az utat jelent, vagy útközbeni fejlődést, és ez lesz a magyar fordítása, hogy fejlesztés útközben. Úgyhogy ezt szeretném pár évet fölépíteni, hogy aki vevő az én stílusomra, az gyorsan, dinamikusan, szerintünk nem az a kelendő ma, hogy csendben lassan beszélgessünk arról, hogy majd ha lesz kedved változtass, hanem a mai kor arról szól. Vagy érted, hogy mi történik, és tudsz változtatni, akkor fogsz haladni, vagy fejlődni, ha nem, akkor lassan megy, vagy nem fog menni. Igen. Ez jó egyébként, és egy nagyon szép végszó volt, és azért örülök, hogy beszélgettünk itt a mai fehérvári beszélgetésekben, szerintem rengeteg nézőnek példát mutattunk arra, hogy elviszi a bank a házadat, az autódat, előtte elválsz, ennél mélyebbre azt gondolom, hogy nagyon nehéz már menni, mert tényleg ilyenkor az ember padló van, hogy fel lehet ezt fogni másként, pozitívabban, és ebből ki lehet jönni, és talpra lehet állni. Ezt szerintem nagyon szépen megmutattad itt a fehérvári beszélgetésekben, meg az életedben, és ráadásul azon a területen tevékenykedsz továbbra is, ahol téged elképesztően a csapásért, például itt a hitelek világában, illetve a bankok világában, az embert, a dolgozó embert képviselve. Úgyhogy köszönöm szépen, további sok sikert kívánok hozzá, erőt, energiát, és remélem találkozunk még sokat. Köszönöm. Lehetőség. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.